Figyelem! Itt a rendőrség! Egy 40 éves bostai férfi elfogásáról készültek ezek a rendőrségi felvételek. A gyanú szerint ugyanis a baranyai településen emberölés történt 2017-ben, amelynek gyanúsítottja F. Attila. Az ügy korábban eltűnt személy utáni nyomozásként indult. Ez Zoltán eltűnését akkori élettársa jelentette a rendőrségen, miután a nő öt napja nem látta a férfit. Megállapítható volt, hogy korábban több helyen is lakott az országban, Budapesten, Pécset, de dolgozott Svájcban is. Bosta községbe 2014 évben költözött, ahol megismerkedett később élettársával, és az eltűnés időszakában az is megállapítható volt, hogy az italozó életmód miatt élettársával megromlott a viszony, összevesztek. A megalapozott gyanú szerint F. Attila 2017. júniusában Bostai házában nyakon szúrta a sértettet, aki ennek következtében életét vesztette. A holttestet ezután a garázsban lévő szerelő aknába temette, majd azt 2021. januárjában, miután egy másik Bostai ingatlanba költözött, kiásta. Az elmúlt időszakban több olyan információ és gyanús körülmény is felmerült, amelyek ellenőrzése indokolt volt, így otthonában keresték fel a gyanúsítottat a rendőrök. Az előállítást közvet, követően közvetlenül a bűncselekmény elkövetését és minden jogsértő cselekmény elkövetését tagadta. A lakóhelyén, itt az új lakóhelyre gondolok, kutatást végeztünk, ahol a 7 óra előtt néhány perccel a lakóház padlásáról egy fekete színű neylonzsákból emberi maradványok kerültek elő. F. Attila ekkor elismerte, hogy ezek a maradványok ez Zoltán maradványai a gyanúsított ellen őrizetbevétele mellett emberről és büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoz a Baranya megyei rendőrfőkapitányság, és kezdeményezik a férfi letartóztatását.